Tolna városa továbbra is támogatja a polgárőrség tevékenységét, határozott a képviselőtestület legutóbbi ülésén. Az együttműködés, a település és a szervezet között már évek óta kiválóan működik. Ami nagyon örömteli, az az, hogy egy nagyon jól működő polgárőr egyesület van itt a településen, és évről évre anyagilag is támogatjuk ezt az egyesületet. Most valamennyivel nagyobb összeget kértek, mint a korábbiak, de a képviselőtestület egyhangúan úgy döntött, hogy a működésükhez szükséges 1,5 millió forintot biztosítjuk a számukra, és nagyon köszönöm ezúton is mindazoknak, akik ennek az egyesületnek a munkájában részt vesznek. A közvilágítási hálózat hiányzó elemeinek ügyében is döntött a testület. A köztéri lámpák korszerűsítésének befejezése után most azokra a területekre került a fókusz, ahol jelenleg nincs világítás. Vannak olyan területei a városnak, ahol jelen pillanatban nincs közvilágítás, úgyhogy azokat mértük fel, és a korábbi akár lakossági jelzések, akár itt a hivatalban, hogyha valakinek észrevétele volt, vagy a képviselőtestületben, akkor most arról döntöttünk, hogy ezeket műszakilag előkészítetjük. Tehát ide kell egy szakember, aki eldönti, hogy csak fel kell tenni egy új lámpatestet a már meglévő oszlopra, vagy esetleg meg kell terveztetni oda a közvilágítást. Ezt most felmérjük. Idén is lesz lehetősége a felsőoktatásban tanuló diákoknak megpályázni a Tolnai Tudásért ösztöndíjat. Így szemeszterenként akár 200 ezer forint támogatást is kaphatnak a program segítségével. Korábban volt a Tolnai Tudásért alapítvány, amin keresztül a város ezt mindenféle adományokból és önkormányzati támogatásból biztosította, de ott is már a gyakorlat az volt, hogy leginkább az önkormányzat volt, aki finanszírozta, és most néhány évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy a város közvetlenül ír ki pályázatot a felsőoktatásban tanuló diákoknak, hallgatóknak, és úgy döntöttünk az elmúlt testületi ülésen, hogy szemeszterenként 2 millió forint, tehát összesen 4 millió forinttal támogatjuk a hallgatókat, és egy hallgató szemeszterenként maximum 200 ezer forintot kaphat. Az önkormányzat a városért végzett kiemelkedő munkáért adható díja kisebb technikai változáson esett keresztül. A Tolnai Közjóért kitüntető díjat idén már a rendvédelmi és egészségügyi dolgozók is átvehetik. Korábban volt a Tolna városért kitüntető díj mellett a civileket, civil szervezeteket, civil személyeket tüntettünk ki, vállalkozókat tüntettünk ki, de aztán a közalkalmazott, köztisztviselő státusz egy kicsit megváltozott, hiszen jelen pillanatban közalkalmazott csak a bölcsöde és a családsegítő központ dolgozói tartoznak még közalkalmazottként, dolgoznak csak közalkalmazottként. Ugye a pedagógusok és a kulturális központ dolgozói már nem közalkalmazottak, más jogviszonyban foglalkoztatottak, de hát szeretnénk is őket, szeretnék lehetőséget megtartani arra, hogy a jövőben őket is ki tudjuk tüntetni. És egy picit kibővítettük, tehát a rendvédelmi dolgozókkal, egészségügyi dolgozókkal is. Ezen kívül tárgyaltak a képviselők a város kulturális stratégiájáról, a szociális ellátásról, illetve a forgalmi rend változásairól szóló javaslatról.